Vasúti fejlesztések, felújítják a kisvárdai vasútállomást. A teljes rekonstrukció a MÁV 4 milliárdos beruházása. Kibővített útszakasz, befejeződtek a Nyíregyházi Szegfű utca 4 sávosításának munkálatai. A 330 millió forint értékű beruházás során kibővítették a korábban kétszer egysávos, nagyforgalmú utat. Jóvátételi munka, fogvatartottak is részt vesznek a belváros takarítási munkálataiban a karácsonyi vásár ideje alatt. Felújítják a kisvárdai vasútállomást, a teljes rekonstrukció a MÁV 4 milliárdos beruházása. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vasúttársaság más Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztést is tervez. A közeljövőben többek között Kék, Fényeslitke, Tiszavasvári és Tiszalök vasútállomásain is korszerűsítenek. Van, ahol épületet újítanak, de több helyen parkolót is építenek. Az évente 320 ezer utast fogadó kisvárdai állomást 3 ütemben újítják fel, a látványtervek már elkészültek. A beruházás első ütemében új parkolót, illetve bekötő utat építenek, a második ütemben többek között egy gyalogos kerékpáros aluljárót építenek. Ez azért fontos, mert sokan szabálytalanul, saját testi épségüket kockáztatva vágnak át a kisvárdai síneken. Ez az aluljáró, ez gyakorlatilag amellett, hogy megoldja a két városrész összekapcsolását, egy abszolút biztonságos átkelési lehetőséget jelent majd a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak, nem csak a két városrész között, hanem természetesen a peronokhoz is. Illetve ebben a második ütemben újítják fel a vágányhálózatot, ez pedig nyilvánvalóan a személy és a teherforgalom menetrendszerűségének a biztosítása érdekében fontos. A harmadik ütemben az 1870-es években elkészült régi épületet újítják majd fel teljesen, tette hozzá a szóvivő. A nyíregyházi állomáson egyelőre nem terveznek nagy fejlesztéseket, de várhatóan felújítják majd a gyalogos felüljáró burkolatát, valamint új kerékpártárolót alakítanak majd ki. A legtöbb vonattal közlekedő szeretne további mávos változásokat. Túl nagy az utastér, tehát nekem jobban tetszett az, amikor csak ilyen kapinos rendszer volt, és akkor ott csendesebb volt a légkör. Mehetne gyakrabban vonat, ugye mi is, hogy 3 műszakban járok dolgozni, így reggelente ugye mondjuk éjszakai műszakból mehetne egy picit korábban, meg mondjuk néha azért van a fűtéssel is probléma. Ahhoz képest, hogy mennyit panaszkodnak róla az emberek, igazából annyira sok gond nincsen vele. Egyedül annyi talán, hogy az furcsa, hogy egy csomó járatot mostában megszüntettek, amire igazából lett volna igény. Ezt mindenki mondja, meg nekem is lett volna rá igénye. Volt olyan járat, amit pont itt szüntettek, meg ilyen ezek a körícék például, hogyha például megyek valahonnan Debrecenbe, át kell szállni, tehát tök mindegy, nagyon-nagyon kevés az, ahol nem kell átszállni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több településen lesz a közeljövőben vasúti fejlesztés, tájékoztatta televíziónkat a MÁV szóvivője. 2017-2018-ban tervezzük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében például Kék megállóhely felvételi épületének a felújítását, illetve P+R parkoló megépítését. Hasonló terveink vannak Fényeslitke vasútállomással is. Ott is korszerűsítjük az épületet és létrehozunk P+R parkolót. A felújítási elképzelések között szerepel még Tiszavasvári, valamint Tiszalök felvételi épületeinek a homlokzat felújítása. Ezek kivitelezése előreláthatóan 2019-ben kezdődhet meg. Emellett pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nyílt vonalon is végzünk pályafelújítást, illetve több állomáson szintén pályafelújítást. Ez elsősorban váltóalkatrész, ágyazat, illetve síncserét jelent. A MÁV új 2017-es menetrendje december 11-től lép életbe. Lényeges változások nem lesznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közlekedésben, azonban több közvetlen összeköttetés lesz elérhető, azokról a vasútállomásokon is tájékozódhatnak a közlekedők. Befejeződtek a Nyíregyházi Szegfő utca 4 sávosításának munkálatai. A 330 millió forint értékű beruházás során kibővítették a korábban kétszer egysávos, nagyforgalmú útszakaszt. Elvégezték a csatlakozó utcák újraaszfaltozását, valamint gyalog- és kerékpárutat építettek. A fejlesztés folytatásaként jövő nyárig elkészül a Törzs, a Semmelweis, a Szalag és a Lujza utcák rekonstrukciója is.
Nagy a forgalom a belváros új útszakaszán, a négysávosítás eredményeképpen az addigi szűk útkeresztmetszetet bővítették. A beruházásnak a városvezetés mellett elsősorban az autósok örülnek, hiszen így gyorsabban juthatnak el úti céljukhoz. Mi a véleménye az új útszakaszról? Nagyon ragyogó, kitűnő, jó rajta közlekedni, tehát gyorsítja a forgalmat. Én nagyon meg vagyok vele elégedve. Én nagyon jónak találom, mert szerintem nagyon nagy a forgalom. Én nagyon sokat járok erre, mert édesanyám itt lakik, és nekünk ez nagyon jó, mert itt mindig olyan nehéz volt kimenni, meg egyáltalán ott a tovább menni, ott a Dózsa-György utca felé is. Szerintem nagyon jó, hogy megcsinálták. És én azt gondolom, mert a férjemmel beszélgettünk róla, hogy jó-e, nem jó, és pont a férjem mondta azt, hogy azért jó, mert ők már egy picit előre néznek, lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy mire volt ez jó, meg nem tudom, de azt beszéltük pont, hogy nagyon jó, hogy megcsinálták, mert azért ez a jövőre nézve viszont nagyon jó lesz. Az útszakasz keddi hivatalos átadásán elhangzott, a beruházás évtizedes hiányt pótol, hiszen az eddigi kétszer egysávos út nagyon nagy forgalmat bonyolított. Egy nagyobb torlódás esetén pedig a belváros felől sokszor a bevásárlóközpontig ért a kocsisor. Nagyon forgalmas rész, és hát itt a közlekedésbiztonság sem volt rendben, meg a közlekedés folyamatossága sem. Ez tovább növeli, hogy a Continental Arena felújítása után sok ezres, több ezres programok vannak hetente, és hát jövő ilyenkorra pedig a jégcsarnok is elkészül, ami még nagyobb forgalmat produkál, úgyhogy nagyon fontos volt, azt gondolom, évtizedes elmaradás, örülök, hogy ezt sikerült teljesíteni. A körzet önkormányzati képviselője szerint nagyon sok nyíregyházinak, valamint a Szegfő utca környékén élőknek is nagy könnyebbséget jelent ez a beruházás. Hozzám fogadó órákon számtalanszor jöttek az itt lévő problémával, hisz emlékszünk, amikor itt térdig álltunk a vízbe, emlékszünk arra, amikor az leszűkült egysávos szakaszon, hogy mondjam, nagyon komoly közlekedési dugók alakultak ki, tehát mint egy lelassítva a városnak a közlekedési vérkeringését. Az útfejlesztés egy nagyobb, mint egy 950 millió forintos közlekedésfejlesztési program része. A 100%-ban visszanemtérítendő támogatásból finanszírozott projekt első, Szegfő utcára jutó részére 330 millió forintot fordított a nyíregyházi önkormányzat. A beruházás során elvégezték a Szegfő utca négysávosítását, a Hunyadi és az István utca között, valamint az aszfaltburkolat felújítását az István és a László utcák között. Gyalog és kerékpárút épült ki, és egy új lámpás csomópontot telepítettek a Géza utcánál. A következő rész az jelenti a Törzs utca, Szemmelweis Szalag utca felújítását, valamint a Bottyán utca város másik pontján és a Lujza utca felújítását. De hát igazán ez egy közlekedésfejlesztési csomagunk, van több is. Ettől én azt remélem, azt várom, hogy a következő 3 évben ezek a közlekedésfejlesztési csomópontok, 19-et határoztunk meg, nagyobb részben elkészülnek. Az útfejlesztések várhatóan jövő nyárra valósulnak meg. Fogvatartottak is részt vesznek a belváros takarítási munkálataiban a karácsonyi vásár ideje alatt. A Nyírvévé Nonprofit Kft. És a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei büntetés végrehajtási intézet együttműködése révén 5 szabadságvesztésre, illetve elzárásra elítélt kapott lehetőséget jóvátételi munkára. A rabok a takarítási munkák mellett a tervek szerint január elején a vásári létesítmények elbontásában is segítkeznek majd. Vas Ferenc elítélt és 4 rabtársa a faleveleket gyűjti a Kossuth téren a büntetés végrehajtási intézet és a Városüzemeltető Társaság közös takarítási akciójában. A jóvátételi program keretében végzett munka az elítéltek és a város számára is hasznos. Csökkenti a rabok kirekesztettségét, a szabadulás után megkönnyíti a társadalomba történő visszailleszkedést, a lakosság pedig toleránsabb lehet az elítéltekkel szemben. Azért jelentkezett, önkéntes alapon működik a jóvátételi program, tehát benne van a nevébe is, hogy jóvá tesszük elkövetett bűneinket, hogy a társadalom felé követtünk el. Ezzel valamennyivel honorálni tudjuk, úgy gondolom, talán sérelmeket, amit mások ellen elkövettünk. A kábítószer birtoklás miatt 2014-ben elítélt férfi 2018. novemberében szabadul a nyíregyházi börtönből. A rácsok mögött eltöltött időt azonban szeretné hasznosan eltölteni. Rabtársaival több megyei településen dolgozott, azt mondja, a munka jó tesz a közérzetének. Felügyülés, tehát mindenképpen felügyülés. Egyrészt nem vagyunk az intézet falai között,
másrészt ugye ingerszegény környezetben élünk odabent. Itt mégis ér bennünket valami inger. Tehát szerszámot kapunk a kezünkbe, ahol tudunk dolgozni, és a civilek vesznek körül minket. Az úgynevezett jóvátételi programban olyan fogvatartottak vehetnek részt, akik az intézeten belül is dolgoznak. Hangzott el az akció kapcsán szervezett keddi nyíregyházi sajtótájékoztatón. Karácsony közelettével a munka a rabok lelkének is jót tehet. Olyan fogvatartott jöhet ki, aki alacsony biztonsági kockázatú csoportban sorolva, tehát nem a legveszélyesebb fogvatartottakról beszélünk. És természetesen fő szempont volt az is, hogy önkéntes alapon történjen az egész. Ezért a résztvevő fogvatartottak semmiféle plusz kedvezményt vagy elbírálást nem kapnak, és nem is kaphatnak. Ez arra azt a szél szolgálja így karácsony előtt, hogy hát amit elkövettek bűncselekményt, bűnt, azt ezzel is megbánva megmutassák azt a város lakóknak, hogy ők is a büntetésük letöltése után a tisztesség útját kívánják járni. A mostani együttműködés nem új kezdeményezés. A Büntetés Végrehajtási Intézet és a város üzemeltető már korábban is indított ehhez hasonló közös akciókat. 2011 óta van egy szoros együttműködésünk a Büntetés Végrehajtási Intézettel. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban, illetve az elmúlt időszakban a Büntetés Végrehajtási Intézettől a fogvatartottak jelentősen részt vettek a város szépítésében, a város egyéb városüzemeltetési feladatokban, ilyen például a csatornatakarítások, árokpartoknak a tisztítása, közterületek rendezése. A városüzemeltetés és a büntetés végrehajtása későbbiekben is szeretne együttműködni a város fenntartási feladatok elvégzésében. Egy épület bontása közben a pincébe zuhant egy munkagép ma délben Nyíregyházán. A több tíz tonnás földmunkagép kimentése nem kis fejtörést okozott a szakembereknek. Több órán keresztül emelték ki a pincéből. Személyi sérülés nem történt. Mikulás napján nyílt nappal várta a Nyíregyházi Egyetem a középiskolás diákokat. A felvételi lehetőségekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 170-en ültek asztalhoz Nyíregyházán a 12. Mikulás Kupa sakversenyen, amely a korcsoportos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rapid sakbajnokság is volt egyben. A versenyzők 6 korosztályban mérkőzhettek meg egymással. Megszerezte 7. győzelmét az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese 98-65-re nyert a Kecskemét otthonában. Az NKS a Vasassal és Szegeddel azonos mutatóval a tabella 3. helyén várja a MAFC szombati vendégjátékát. Mikulás napján nyílt nappal várta a Nyíregyházi Egyetem a középiskolás diákokat. Az intézményben elindult a felvételi kampány. A leendő hallgatók ma bepillanthattak az egyetem életébe, órákat látogathattak és a képzési területeket képviselő intézetek standjainál érdeklődhettek a jövőre induló szakokról. Megtelt a Nyíregyházi Egyetem kodályterme ma délelőtt, a megye középiskoláiból szép számban érkeztek diákok az egyetem nyílt napjára. Ha jobban szétnézek, én itt már nem is középiskolásokat látok, hanem a jövő tanárait, mérnökeit, biológusokat is sorolhatnám tovább. Kiki érdeklődése szerint majd szétnézhet, hogy milyen szakot választhat. Az egyetemi nyílt napon a diákok bepillantást nyerhettek az induló képzésekbe, tájékoztatást kaphattak a jelentkezéssel, felvételivel kapcsolatban, órákat látogathattak és megismerhették, mi az előnye a duális képzésnek. A diákok informálására minden intézet külön standot állított, itt várták az érdeklődőket. Debrecenből érkeztem, a Megyesi Ferenc gimnáziumból. Hallottam, hogy a Nyíregyházi Egyetem most már egyetemi rangra emelkedett, és hallottam így ismerősöktől, hogy van nyílt nap, és eljöttem, mert nagyon érdekel a testnevelés szakirány is, és sok jót mondtak itt körbe, és körül szeretnék nézni, hogy mivel szolgál ez az egyetem. Az egyetemen elindult a felvételi kampány, 19 alapszakra várják a leendő első éveseket. Az intézménynek közel 4000 hallgatója van, szeretnék, ha a következő tanévben elérné a 2000-et az első helyes jelentkezők száma. Nem szeretnék külön szakokat kiemelni, de a tanárképzés,
az továbbra is domináns, és az országos felmérések évről évre azt mutatják, hogy a Nyíregyházi Egyetem, korábban a Nyíregyházi Főiskola a magyarországi pedagógus képzésnek az élvonalában van, és rendre az elsők szoktunk lenni abban a háttérben, abban a oktatói gárdában, amely fontos a tanárképzésnél. Az érdeklődő diákok között voltak, akik már eldöntötték, hogy az egyetemre jelentkeznek. Igazából azért jöttem ide, hogy a tanító képzőt megnézzem, a csecsemő és kisgyermeknevelést. Nagyon érdekelnek ezek a szakok, és mindenféleképpen gyerekekkel szeretnék foglalkozni, mert úgy, hát én nagyon szeretem őket. A Nyíregyházi Egyetemen lesznek új képzési területek is, a felvételi tájékoztató december 22-én jelenik meg, amelyben minden szakról részletesen tájékozódhatnak a februárban jelentkezők. Százhetvenen ültek asztalhoz Nyíregyházán a 12. Mikulás Kupa sakkversenyen, amely a korcsoportos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rapid sakkbajnokság is volt egyben. A versenyzők 6 korosztályban mérkőzhettek meg egymással. Zsúfolásig megtelt szombaton a nyíregyházi INCD középiskola nagyterme 170 sakkozó ült asztalhoz a Mikulás Kupán. A legkisebbeket, az óvodásokat 5-en képviselték, a legnépesebb mezőny a 9-10 éves korcsoportban volt, ott 56-an indultak. Mint a verseny szervezője elmondta, az indulók számát tekintve országos szinten is jelentős tornának számít a Mikulás Kupa. Ez ugye a régió legnagyobb gyerekrendezvénye, azt kell tudni róla, és egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei korcsoportos rapid sakkbajnokság is, tehát itt, aki ugye a megyebeli játékos megyében élő tanuló játékos, és megnyeri a nagy versenyt, az díjhalmozása mehet haza, két kupát visz haza, két érmet visz haza, és minden gyerek egy kis szervezők által egy kis ajándékcsomaggal térhet haza. A versenyen ott volt a Magyar Sakkszövetség főtitkára is, aki a megyeszékhelyen ismerkedett meg a sportággal. Én még a mai napig a Nyíregyházi sakkiskola esetnek az igazolt versenyző vagyok, tehát attól függetlenül, hogy a sakkszövetség főtitkári posztját ellátom, azért még a játékosként még maradtam Nyíregyházan, de emellett az országos viszonylatban is ez egy nagyon, nagyon jelentős esemény a magyar utánpótlásnak, és hát nyilván ezzel, mint szervező, azért ezért nagyon, nagyon jó érzés ezt a versenyt rendezni, és látni, hogy ennyi gyerek sakkozik. Az óvodások között a nyíregyházi Gutyán Róbert, a 8 éveseknél a miskolci Szabó Ákos, a 10 éveseknél a debreceni Tran Dávid végzett az első helyen. A 12 éves korosztályban a nyíregyházi sakkiskola színeiben induló Blahota Marcell, a 14 éveseknél a Tiszavasváriból érkező Wagner Gergő, a 18 éveseknél pedig a nyíregyházi Piremonesét képviselő Tumó Bence szerezte meg az aranyérmet. Ebben az évben még két jelentős verseny vár a sakkozókra, a megyei, egyéni, rapid és villámbajnokság. Ülnek asztalhoz a versenyzők. Megszerezte 7. győzelmét az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese 98-65-re nyert a Kecskemét otthonában. Az NKS a Vasassal és Szegeddel azonos mutatóval a tabella harmadik helyén várja a MAFC szombati vendégjátékát. Győzni utazott és győzött is Kecskeméten a nyíregyházi kosársuli. Az első negyedet 5 ponttal nyerték a vendégek, akik a második 10 percben újabb 9 ponttal fejelték meg előnyüket. A második félidőben sem változott a játék képe, az NKS magabiztosan játszott, 6, illetve 13 ponttal nyerték meg a harmadik és a negyedik negyedet Farkasinszki Gyuláni tanítványai. Végül 33 pontos vendégsiker született a kakaskodásoktól sem mentes találkozón. Ez egy percig nem volt kérdés, ezt a mérkőzést meg fogjuk nyerni. Az volt a kérdés, hogy végül is mennyi lesz közte a különbség, meg hogy Isten igazából, tehát nyugodt körülmények közt le lehet zárni majd az egészet. Arra jó volt egyébként, hogy gyakoroltuk a különböző védekezési formákat, tehát amúgy a következő mérkőzésekre esetleg majd hasznos lehet. Megpróbáltuk megoldani azt, hogy egy ilyen védekezés hogy lehet megoldani, úgyhogy minden játékos, aki a labdát kapott, az vagy 3 pontos dobott, vagy betörésből egy-egyben megoldotta, tehát ott olyanok, hogy mit tudom én, kiosztások még ennek nem nagyon voltak. Én azt hiszem, ennek a mérkőzésnek az volt a lényeg, hogy túléltük. Úgyhogy nem volt se botránya a pályán, se a nézőtéren, aztán egészségesen éppen hazaérkeztünk. A nyíregyháziak centere a 25 pontos szerző Farkasinszki orsója szerint a hazai játékosok miatt lett feszült hangulatú a mérkőzés.
Nagyon sok fiatal volt a Kecskemétben is, ami nem gondolnám, hogy indokolná azt a viselkedést, amit ők a hazai pályán produkáltak. Estek, keltek, színészkedtek, bármilyen féle fajta ütközés történt, abból ők összeestek. Nyilván ez ugye a közönség pártolta őket maximálisan, úgyhogy nem volt egy kellemes hangulatú mérkőzés. Én nem nagyon szeretem az ilyeneket, megmondom őszintén, ha jobb egy csapat nyilván nyerjen, meg menjünk oda keményen. Tehát ha ők kemények, akkor ne csodálkozzanak azon, hogyha ugyanazt a keménységet kapják vissza. A keleti csoport tabellájának élén a Vasas Akadémia áll 7 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Szegedet és Nyíregyházi Kosársulit. Az NKS szombaton az év utolsó bajnoki meccsén a MAFC-ot fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. Felújítják a kisvárdai vasútállomást. A teljes rekonstrukció a MÁV 4 milliárdos beruházása. A vasúttársaság más Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztést is tervez, a közeljövőben többek között Kék, Fényeslitke, Tiszavasvári és Tiszalök vasútállomásain is korszerűsítenek. Van, ahol épületet újítanak, de több helyen parkolót is építenek. Befejeződtek a Nyíregyházi Szegfő utca 4 sávosításának munkálatai. A 330 millió forint értékű beruházás során kibővítették a korábban 2x1 sávos, nagyforgalmú útszakaszt. Elvégezték a csatlakozó utcák újraaszfaltozását, valamint gyalog és kerékpárutat építettek. Fogvatartottak is részt vesznek a belváros takarítási munkálataiban a karácsonyi vásár ideje alatt. A Nyírvévé Nonprofit Kft. És a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei büntetés végrehajtási intézet együttműködése révén 5 szabadságvesztésre, illetve elzárásra elítélt kapott lehetőséget jóvátételi munkára. A Kölcsei Televízió híradóját látták december 6-án kedden. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már napsütésre is számíthatunk, a hazánktól északra elvonuló hideg front csak érintőleges hatást gyakorol térségünkre, de a magasban jóval hidegebb és száraz levegő érkezik térségünk fölé. Az éjjel gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék azonban nem lesz. Az északi szél többnyire mérsékelt marad, reggelre általában -7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak, a köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban a magasban ismét meleg levegő érkezik fölénk, emiatt az éjszaka képződő zúzmarás köd és az alacsony szintű réteg felhőzet tartósabban megmaradhat, emiatt napsütésre inkább csak a délutáni órákban számíthatunk. A hétvégén az időjárási frontok már elérik térségünk, változékonyabbra fordul időjárásunk, jelentős enyhülésre, néhol esőre is számíthatunk. A jövő héten ismét egyre hidegebb levegő áramlik fölénk, így a hét közepére visszatér a hideg, igazi téli idő. Miklós napján már gyakran megérkezik a havazás, ilyenkor azt mondták, hogy Miklós megrázza szakállát. Azt is mondták, hogy a miklósnapi időjárás mutatja meg a karácsonyit.